2004-ben alakult a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete Nyíregyházán. A tevékenységeik köre 2006-ban bővült, akkor már a foglalkoztatásra helyezték a hangsúlyt. Így ma már 6 szakképzett látássérült és 2 jól látó dolgozik a szervezetnél. 2009-ben egy hangstúdiót is kiépítettek, hogy feladataikat országos szinten is el tudják látni. Nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a helyek, ahol ők elérhetőek, hiszen az a munka, amelyet ők végeznek, az a lendület, amelyel ezeket a feladatokat megoldják, ezek nagyon-nagyon fontosak a megye közéletében. És nagyon fontos az is, hogy a társadalom számára meglegyen az az érzékenyítési lehetőség, amelyet azt hiszem, hogy mindenképpen nagyon szükséges egy társadalom felnőtté válása szempontjából, és itt mind iskolákban, mind közintézményekben, egyetemen végzik ezt a tevékenységet, és ezáltal az emberek találkozhatnak, velük találkozhatnak azokkal a problémákkal, amelyel a vakok és gyengénlátók szembesülnek a nap mint nap, a mindennapi élet folyamán. Fontos, hogy a feladataikat megfelelő körülmények között tudják elvégezni, így a Zöld Irodaház az Országzászlót téri, majd a Szent István utcai iroda után most a Búza térre költöztek, ahol 4 irodát bérelnek. Külön helység van a saját kiadványok elkészítésére és külön az ügyfelek fogadására. Az Egyesület 15. évét már ebben az irodában kezdte meg január elején. Februárban egy tapintható kiállítást tervezünk a József András Múzeummal közösen. Márciusban közösségi program keretében a Szolnoki Reptárba visztük el a tagjainkat. Áprilisban Anya olvas témán felolvasó napot fogunk megvalósítani, ahol hangos könyvet készítenek az anyukák az Egyesület hangstúdiójában. Májusban megszervezzük az országos Braille olvasó versenyt, hiszen az országban már csak nálunk van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen rendezvény. Lesz még ifjúsági tábor látássérült és egészséges gyerekek közreműködésével inkluzív keretek között. A Fehérbot napjára tervezünk egy komoly zenei koncertet, ahol kifejezetten látássérült zenészeket, énekeseket fogunk majd meghívni, hogy bemutatkozzanak. Idén 2 új szolgáltatást is bevezetnek. Az egyik a telefontár, amelynek keretében egy zöld szám segítségével akciós újságok és tévéműsorok tartalmát hallgathatják majd meg a vakok és gyengénlátók. A másik pedig a vakmerő program, amely közéleti személyek segítségével mutatja meg, hogyan végzik hétköznapi tevékenységeiket a látássérültek.